Társadalmi egyeztetés indul a nagykorút megújításáról, hogy emblematikus 21. századi főútként születhessen újjá. Na, hogy ez egész pontosan mit jelent, mit várnak el tőlünk budapestiektől, ennek keretén belül erről fogunk beszélgetni a BKK szóvívőjével Kovács Bendegúzza. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szóval, hogy itt nagyjából minden érintve van ebben az útszakaszban. rendezés, kerékpársávok fejlesztése, biztonságos közlekedés feltételennek javítása, minden kérdés kinyílik a társadalom szempontjából, de mondjunk konkrétumokat, hogy mikben, és aztán arról is beszélünk, hogy milyen formában dönthetnek budapestiek. Igen, alapvetően a nagykorú tervezése már régóta zajlik, volt egy koncepcionális tervezés, és most pedig a békekenek van lehetősége Európai Uniós forrásból a közlekedési funkcióknak a Javítására. Ugye most is van a nagykörúton kerékpársáv, ez 2020-ban a Covid időszak alatt alakult ki, ez nagyon jó eredményeket hoz, azóta körülbelül háromszor annyian kerékpároznak a, a, a nagykörúton, viszont azt látjuk, hogy elért egy platót egyébként ez a szám, és tovább kell fejlesztenünk ezt a, mondhatjuk egyébként, ezt, ez, ez egy szolgáltatás, a kerékpárút is, azért, hogy minél több ember számára váljon vonzóvá ez az útszakasz. Ugye ez egy darásfészek Budapesten, hol létesítenek, kerékpár kerékpársávot, hol nem. Hogyan lehet ezt még biztonságosabbá tenni? Milyen ötletek vannak? Ugye például az ülőíton ezeknek a kerékpáros pollerek, ha Jól, jól idézem, az nagy vitát váltott ki, hasonló megoldások, lehetnének itt is, vagy mi egyéb? Ugye az ülői úton az a közösségi költségvetésből egy alapvetően az egy apró forrásból megvalósult beavatkozás volt. Itt most a nagykörúton szeretnénk megmutatni, hogyha a teljes forrás rendelkezésre áll, akkor milyen minőségben tudunk kerékpárutat és kerékpáros infrát építeni. Ezért több helyen meg fogjuk cserélni a parkolósávot a kerékpársávval. Ez azt jelenti, hogy közút, parkolósáv-kerékpársáv járda lesz az útvona lesz uh -huh. a felosztás. Korábban az Andrási úton volt már egy ilyen kialakítás, viszont ott elfelejtették azt a nagyon fontos részt, hogy kell a parkolósáv és a kerékpársáv között egy úgynevezett biztonsági rész, hogyha Mennyi az rá. így van, így van, így van, így van. Na most mi ezzel számolni fogunk, szóval hogy fog elférni? Alapvetően ez a keresztmetszetben most is rendelkezésre áll, hát most is vannak parkolósávok. most is van kerékpársáv, nagyon fontos, hogy ebben a projektben sávok elvételére nem kell készülni, tehát ugyanaz a keresztmetszet marad meg, mint eddig volt, csak egy más, sokkal jobb felosztásban. Ami még egy nagy változás lesz, hogy fizikailag védett kerékpársávok lesznek, azon még gondolkozunk, hogy ezek színben is kiemeltek legyenek, vagy valamilyen, valamilyen fizikai, ez alatt betont értek, tehát nem pollert, értek, elválasztás legyen a kerékpárútnak, mert azt látjuk, hogy hogy ez az a kialakítás, amit, amit nagyon szeretnek a budapestiek, és, és igenis fontos az, hogy a köz, különböző közlekedési módok minél jobban elválasztva tudjanak közlekedni. Közben itt látjuk, vagy láttuk, hogy milyen kreatív módszerekkel és milyen szabályádanos módszerekkel kerülik meg a dugókat. Kevesebb lesz, vagy kisebb lesz a dugó? Ö, azt abban bízunk a békekkel, hogyha minél több alternatívát tudunk teremteni egyébként, minél több közlekedési alternatívát, és maga a kerékpársáv a közösségi közlekedési fejlesztések, ezek mind arról szólnak, hogy a fenntartható közlekedési módok irányába tudjuk terelni az utazókat. Ezáltal a nap végén, hogyha jól csináljuk, akkor csak azoknak kell majd autóval közlekedni, akiknek mindenképpen szükséges, tehát senki nem várja el azt, hogy a szerelő a, a kőműves kerékpárral szállítsa az eszközeit, a jövőben sem, viszont, viszont ez az, ez, az, egyik leghatékonyabb eszközünk. Ez olyan szép elképzelés, de hogy ilyen téren nagyon pessimista vagyok, tehát hogy szerintem itt alapvetően a közlekedési kultúra különbözik mondjuk egy nyugat-európai országhoz képest, hogy, hogy, az emberek nem biztos, hogy fölülnek a tömegközlekedésre, mert elmondják a saját érveiket, nem fogok fölülni biciklire, mert szagolom és szívom be a, a füstöt az autókból. Tehát, hogy itt én értem, hogy itt mi a cél, csak hogy ez hogy lehet elérni, azon kívül, hogy megteremtjük a lehetőségét, hogy lehet kerékpározni és tömegközlekedést választani, ami egy jó dolog. De hogy, hogy lehet ezt elérni, hogy ez meg is történjen? Alapvetően ez az eszközünk, tehát hogy azt mondják a szakmában, hogy meg kell teremteni a lehetőséget, és akkor jönni fognak. Párizsban az elmúlt 5-10 évben elképesztő mennyiségű fejlesztés volt, ott is nagy viták voltak erről, viszont a mai napra eljutottak addig, hogy Párizsban a modál split arány, tehát hogy a megtett utaknak az aránya mivel teszik meg, az kb. 30%-ban kerékpárral történik és ott is hasonló eszközöket alkalmaztak, mint amit mi. A nagykörúti kialakítás az Párizsban nagyon sok helyen egyébként megtekinthető, ez a, ez a parkolósáv, kerékpársáv járda rész. Viszont az is nagyon fontos, mert mindig a közlekedésről beszélünk egyébként a nagykörút szempontjából. De tegnap én kint voltam a kollégáimmal a Blahalúza téren, mert a társadalmi egyeztetésünk az nem csak egy kérdőív, hanem személyesen utcafórumokat is tartunk többször, többször az elkövetkezendő hetekben. És odajött egy hölgy, aki ott lakik a környékén. És mondta, hogy az az igazság, hogy ő imádja ezt az egész környéket, viszont nagyon-nagyon zavarja a smog, nagyon zavarja a zaj, és nagyon zavarja az, hogy nem lehet akadálymentesen közlekedni. Az egész nagykörülti fejlesztés valójában róla, illetve arról a több százezer budapestiről szól, aki a nagykörült környezetében lakik, és nekik nem, ez nem egy közlekedési folyosó, nekik ez az életterük. Uh -huh. És hogyha ezt a projektet meg tudjuk valósítani, abban bízunk, hogy ez nem csak a közlekedési megoldásokat fogja javítani, hanem katalizátorként működhet a nagykörúti portálok, a nagykörúti üzleteknek a megúj... uh -huh. megújulására is. És akkor ebbe, ezek szerint van egy kérdőíves beleszólási lehetőség, és mi egyéb még? Így van, a bkk.hu per döntsünk közösen oldalon van egy, van egy alapos kérdőívünk, egy térképen lehet jelezni, hogy mi tetszik, mi nem tetszik a nagykörúton, milyen közlekedési változásokat szeretnének a kitöltők, és alapvetően tartunk utcafórumokat is, már eddig kettő lezajlott az Oktogonon illetve a jövő héten megyünk a 32-esek terére, és emellett pedig az összes ö, nagykörúti üzletet fel fogják mérni a kollégáim a következő hetekben. Csak nagyon röviden, hogy ez mikor indulhat, és mikor lehet vége ennek a felújításnak. Igen, most várunk az EU-s pályázatnak az eredményére, bízunk benne, hogy pozitívval számol, zárul a, a fejlesztés, és utána kb. fél év az előkészítés, utána másfél év a tervezés, és utána futhatunk bele a kivitelezésbe. Egy a ilyen komplex. Ennek a ciklusnak a projektje lesz, és inkább így a második felében így zárul. Így van. Köszönjük szépen. Kovács Bendegusz, köszönjük szépen, hogy itt volt.